Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Szarvasbőgés, körültekintően közlekedjünk. Vasárnap zár a szekszárdi strand, a fürdőzőknek érdemes kihasználniuk az utolsó napokat. Alzheimer Café, a betegséggel kapcsolatban tartanak foglalkozásokat Dombóváron. Támogatása beszakadt pincék miatt, Berlinger Attila és Navracsics Tibor írták alá az okiratot. A szarvasbőgés időszakában járunk, a Gemenci erdőben ezért részleges erdőlátogatási tilalom lépett érvénybe. Érdemes körültekintően közlekedni, hogy ne érjen minket baleset, mert ilyenkor gyakrabban tévednek az utakra az állatok. Csabai János vadászmestertől tudtuk meg a következő hetekre vonatkozó legfontosabb információkat. Szeptember 1-től kezdődik, és a 20-áig tart, szeptember 20-áig körülbelül eddig van a főbőgési időszak. Ilyenkor vigyázni kell szintén, ugyanúgy, mint az őzeknél, bárhol, tehát nem bárhol, gyakorlatilag az utakon megjelenhetnek hirtelen. Most az időjárás is olyan, hogy a vizért nagy utakat tesznek meg, tehát gyakorlatilag közutakat, a 6-os út, az 56-os út, itt például ami érintett részünkről, Kesejes út, ahol átmozog a szarvas, mert megy a vízre, erdőből kivált, megy a vízre, és ez éjszaka vissza is jön. Így főleg az éjszakai utazások során nagyobb az esély rá, hogy szembe kerülünk az állatokkal. Ez a szarvasbőgés ugye nagyon vártuk már, mint vadászok, vadgazdálkodók, és hát nyilván a természetbarátok is várták ezt az időszakot. Az a kérésem, hogy a területen kint, akik természetbarátok, így mennek hallgatózni, az jó helyet választanak, ahol nem zavarják a szarvasokat. Hallgatni lehet, megnézni, az már nem olyan egyszerű őket, az csak szerencsével lehetséges, és a vadászatot zavarják. Ilyenkor erdőlátogatási tilalmat is vezetnek be itt a környező területek. Ez az eljárás a Gemenci erdőben is, hogy az átjárók, turisták ne zavarják meg a vadakat. Csabai János elmondta, az asszályos időszak a vadásztársaságok munkáját sem könnyítette meg. Az időjárás nem kedvezett nekünk, sajnos a csapadék nem volt, a vadföldeket nem tudtunk művelni, ahol jó legelőtt biztosítottunk volna nekik, és a vizet is, takarmányt is, rédus takarmányt hordunk ki, dinnyét, almát, és nedves törköt, gyakorlatilag édes törköt, amit a mellékterméként a borászoktól kapunk. A vizet meg rendszeresen, most már 2 hónapja, 3 hónapja hordjuk rendszeresen a területen, itatásképpen, dagonyákban. Kevés a természetes víz, kiszáradtak a források. Nagyjából 3 hétig tart majd a szarvasbőgés, addig is fokozott óvatossággal közlekedjünk, és ne menjünk az állatok közelébe. A napokban is még sokan látogatják a szekszárdi strandot, hogy lehűtsék magukat a nagy melegben. A fürdőzőknek erre már csak vasárnapig lesz lehetőségük, így érdemes kihasználni az utolsó hétvégét is. A csúszdákból a medencébe csobbannak a szekszárdi fürdőzők, a strandot még a napokban is sokan látogatják. A szezonnak azonban hamarosan vége lesz. Még nagyon jó időt mond az időjárás jelentés, és ez az utolsó hétvége, amit azt gondolom ki kellene használni mindenkinek, hiszen vasárnap este 8 órakor, elsőjén este 8 órakor bezárjuk a fürdőkapuit, következő szezonban szintén várjuk szeretettel majd a vendégeinket. Az idei évben hatalmas létszámmal jelentek meg, nagyon sokan voltak vidékről és nagy számban Szekszárdról is. Elég színes programmal tudtuk várni a vendégeket, reméljük jövőre hasonlóképpen tudunk találkozni velük. Aki úszni szeretne, annak ősszel is lesz erre lehetősége. Szeptember 9-én pedig a Pécsi Tudományi Egyetem úszodájában, a Mátyás Király utcában várjuk a mozogni vágyókat, az úszni vágyókat. Délelőttönként az iskolák úszásoktatása, illetve napközben a sportolók edzése zajlik, de az elmúlt évekhez hasonlóan megmaradtak azok az időpontok a vendégeink számára, amik eddig is. Sokan most is családjaikkal jöttek el fürdeni. Tökéletes, nagyon jó, a lehető legjobb a környékben. Nagyon jól érezzük magunkat. Holnap is jövünk. Nagyon jól érezzük magunkat, mi gyakran járunk ide, és hát a gyerekeknek ez egy első osztályú, csak még kint friss a levegő, ugye?
Érdemes tehát még a hétvégén kihasználni a jó időt, szombaton és vasárnap a hőmérséklet várhatóan a 35 fokot is megközelítheti. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, ami továbbra is érvényben van. Hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ebben az időszakban tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. Már osztják a könyveket az iskolákban, szeptember 2-án hétfőn elindul a 2024-2025-ös tanév. A diákok először ősszel, október 26-án mehetnek majd szünetre, a téli szünidő pedig december 21-én kezdődik és 2025. január 5-éig tart. A középiskolások számára a tavaszi írásbeli érettségik 2025. május 5-én indulnak. Az új tanév utolsó tanítási napja június 20-ára esik. Alzheimer-kór. Egy betegség, ami fokozatosan súlyosbodó mentális hanyatláshoz vezet. Ez egy hosszú és lelkiekben fájdalmas folyamat, mind az érintett betegeknek, mind pedig a családtagok számára. A Dombóvári Alzheimer Caféban a betegséggel kapcsolatban tartanak foglalkozásokat. Dombóváron újra megnyitotta kapuit az Alzheimer Café, amely keretein belül a demenciával kapcsolatban különböző témákat dolgoznak ki, és azokat beszélik át a betegekkel, hozzátartozókkal, illetve az érdeklődőkkel közösen. A részvétel ingyenes. Magyarországi Alzheimer Cafék 2014-ben indultak, az első Győrben volt, ezt Menyhárt Miklós házi orvos alapította meg és hozta haza Magyarországra. Ő Franciaországból hozta az Alzheimer Café-nak az ötletét, és így először Győrben volt, és ezt követően 4-5 városban, így Pécsen is alakult egy Alzheimer Café, körülbelül 2015-ben volt Pécsen, és ezt követően hamar Dombóváron is elindult. A mozgalmat önkéntesek hozták létre. Az Alzheimer világnapot szeptember 21-én tartják. A mozgalomban résztvevőknél országszerte havi egy alkalommal tartják meg ezeket a beszélgetéseket. Ők egyre jobban tudnak megnyílni és beszélni a tüneti problémákról. Egyre több kérdés van, egyre jobban bevonódnak, mernek kérdezni, a saját tapasztalataikat elmondani, és hogy ők a saját hozzátartozóikkal hogyan élték meg az adott problémát, akár az inkontinencia, akár az elutasítás, az agresszivitás, hogy ezeket a tüneteket hogy kezelték ők. A környezetváltozás is negatívan tudja befolyásolni a betegséget. A demensbetegnek a kimozdítása a megszokott környezetéből, akár egy sürgősségi osztályon eltöltött éjszaka, az jelentősen megzavarhatja az ő állapotát. Tehát azt gondolom, hogy fontos lenne azt, hogy minél több beteghez és beteg hozzátartozóhoz eljussanak ezek az információk, hogy ezt megfelelően tudják kezelni, és hogy a beteg minél kevesebb olyan megterhelésnek legyen kitéve, amit hogyha a hozzátartozója tudott volna, elkerülhettünk volna. Egyelőre még a tömeges ülések váratnak magára, de már szép számmal vannak jelen betegek és érdeklődők egyaránt a programban. Mint mindenben, ehhez is nagyban szükséges az egymás iránti megértés, tisztelet és elfogadás. Négy tolnamezsi játékos, Decki Vanda, Folk Zsuzsanna, Kis Gréta és Wisner Dalma is meghívót kapott a magyar női futszál válogatottba. A tolnai lányok a 2025-ös Fülöp-szigeteki világbajnokság európai selejtezőjében küzdhetnek meg Fehér Oroszország, Bosznia-Hercegovina és Norvégia futszál válogatottjai ellen október 15-e és 20-a között. A kapásnövények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repcevetéséhez azonban nagy szükség lenne a csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Csak nem országszerte kritikusan száraz a talaj teljes felső 1 méteres rétege, az aszály az elmúlt napok záporai által érintett kisebb foltokban átmenetileg mérséklődött, az ország nagyobb részén azonban tovább fokozódott.
Tavaly 2023. decemberében kettő pince is beszakadt Szekszárdon, az egyik a Hosszúvölgy, a másik a Bocskai utcában. A károk elhárítására az önkormányzatnak azonnali forrásokat kellett felszabadítania. Most egy olyan okiratot írt alá Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, és Narvacsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, melyben Viszmajor keret terhére támogatást ad az állam a vármegyeszékhely számára. Először itt a Bocskai utcában, majd nem sokkal később a Hosszúvölgy utcában is beszakadt egy pince még tavaly decemberben a heves esőzések következtében Szekszárdon. Berlinger Attila, a város polgármestere az ügy kapcsán nemrég Budapestre utazott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel írtak alá közösen egy támogatói okiratot. Támogatási kéremet nyújtottunk be a Viszmajor keretbe, melyet a terület és közigazgatási minisztérium bírál el minden évbe. Nagy örömünkre a minisztérium elfogadta a kérelmünket, és ezekben a napokban egy ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében az erről szóló diplomát is átadta városunknak. Navracsics Tibor úr és a minisztérium döntés alapján több mint 20 millió forintban részesedhetett városunk, és így ezzel az akkor önkormányzati költségvetésből a pincebeszakadásra felhasznált összeg teljesen megtérítésre került. A Szekszárd köré épült borvidék sok száz éves pincéket is rejtegethet. Egy ilyen történelmi borvidéke, mint Szekszárd, ugye óhatatlanul is előfordul, hogy akármilyen pontosak a közmű térképek, minden évben újabb meglepetésként újabb útszakaszokat kell feltárnunk, újabb pincebeszakadásokat kell kezelnünk. Szerencsére ezt szinte minden évben az önkormányzat precíz munkájának köszönhetően ebből a Viszmajor támogatásból azért igyekszünk megtéríteni. Én azt gondolom, a korábbi évek összeszámolnánk, sok-sok évre visszamenőleg több százmillió forint olyan kárelhárításról van szó, melyet aztán a kormány különböző szakágazati tárcák megtérítettek. Az önkormányzat a jövőben is igyekszik majd a felmerülő problémákra a lehető leggyorsabban reagálni. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Körbe táncolták a tavat a szeniorok, elindult a Balokány Liget ünnepség sorozata. Polgármesteri biztos neveznének ki, havi több mint 1 millióért. Ezt a pécsi jobboldal nem támogatja. Becsengetés. Felkészültek az iskolák a tanétkezdésre. Balokány 50. Ezzel az elnevezéssel indul rendezvénysorozat a Pécsi Balokány Liget jubileuma alkalmából. A területet működtető egyesület sokféle rendezvénnyel, előadással, eseménnyel ünnepli az évfordulót. Elsőként az idősebb korosztály aktív tagjait várták a Balokány tóhoz, hogy egy együtt töltött nappal tegyék még emlékezetesebbé a helyszínt. Szenior örömtáncosok a pécsi Balokány tó körül. Rendszeresen járnak ide, de most egy ünnepség sorozathoz csatlakoztak ezzel a koreográfiával. A keddi táncórákat így szoktuk megtartani. Az egyik táncóra után egy kicsit ott félrevonultunk, söröztünk, kávéztunk, jött Erzsike, és említette, hogy az épület 50. jubileumi rendezvény, illetve jubileumi ünnepségét, hogy meg kellene tartani, és hogy hát valamit találjunk ki. Mondom, nagyon jó, a tavat körbe táncoljuk. Ehhez érkeztek Pécsen kívül Sásdról, Pécsváradról táncos csoportok, hogy a sétányon végig bemutathassák a lépéseket. Először csak táncról volt szó, de utána úgy gondoltuk, hogy mivel én az Életet az éveknek, Országos Nyugdíjas Szövetség, Baranya megye, Baranya vármegye mozgás nagykövete vagyok, azt gondoltam, hogy az idős embereket nem csak a tánccal, hanem a gyaloglással, egyéb más sportággal ki kellene próbálni, most itt volna lehetőségünk. És így indult az ötlet, és akkor jött a Nordic Walking, akkor most ott azon a részen, ott a lépcsőnél, ott van a senior torna. Így többféle mozgásformát megmutattak az időseknek, mert a testi aktivitás, köztük a senior tánc fontos ebben az életkorban, mert testileg, lelkileg és szociálisan is segít, mondja a táncoktató. A Balokány 50 rendezvénysorozat egy hosszabb időszakot ölel fel, mondja a Ligetet működtető egyesület alelnöke.
1974-ben tervezte Oltai Péter az épületet. Felvettem én vele a kapcsolatot, mondtam, hogy számíthat arra, hogy meghívásban lesz része. Igazándiból nem tudom, hogy a szakmai program mikor indul, valamikor októberre tervezzük, de erről majd időben értesítjük önöket is. Ez a Balokány 50 tulajdonképpen egy több éves rendezvénysorozat lesz, mert ugye idén a tervezés 50, 3 év múlva megépítettük, és 1 évvel később pedig, hogy megépült a színpad. Tehát nekünk van ünnepelni, azt hiszem most legalább egy 4-5 évünk. A tó körbetáncolása a rendezvény sorozat része, mondja Báthori Erzsébet. A mai program pedig egyik rendezvénye ennek az 50-esnek. Ugye hát ők is túl vannak az 50-en, Marikával pedig kitaláltuk azt, hogy táncoljuk már körbe a tavat. Ilyen még úgysem volt, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy olyan rendezvényeket tervezünk, amik különösek, amik nem voltak. Pont azért, hogy olyan célcsoportokat szólítsunk meg, akik vagy ide jártak, vagy pedig nem jártak ide, vagy pedig rendszeres vendégeink. A programon mintegy 200 táncos vett részt. Őket a mozgás programok után zsíros kenyérrel várták a szervezők. Polgármesteri biztost akar kinevezni a pécsi önkormányzat Péterfi Attila polgármester mellé. A sporttanácsadó havi 1,1 millió forint fizetést vehetne fel érte. Ezt a gyors intézkedést a város még az október 1-e előtt felálló új közgyűlés előtt akarja megszavaztatni. Ezt a jobboldal nem támogatja. Felháborítónak tartja a pécsi Fidesz frakció, hogy a közgyűlést megkerülve választana a baloldali városvezetés polgármesteri biztost. Ez a pécsi önkormányzat költségvetési és gazdasági bizottság szerdai nyílt ülésén szerepelt az előterjesztésekben. Barkóczi Csaba, polgári oldal önkormányzati képviselője nem támogatta az elképzelést. Nekünk az a véleményünk és az a meglátásunk, hogy végtelenül arcátlan az a dolog, hogy a jelenlegi egy hónap múlva leköszönő közgyűlés, a következő közgyűlés megkerülve, tehát a megválasztott közgyűlést, új közgyűlést megkerülve, most egy hónappal az új közgyűlésnek a felállása előtt, tulajdonképpen másfél évre havi 1,1 millió forintos bruttó bérért megbíz egy tanácsadót olyan tevékenységek végzésére, hogy sportügyekben a polgármestert majd az elkövetkező másfél évben tanácsokkal lássa el, és olyan projektekkel indokolják ezt a döntést, amelyeket sikerprojektként próbálnak meg eladni, mint például a városi akvapark vagy stadion ügye, amik az elmúlt 5 évben nem, hogy előre nem mozdultak, hanem inkább hátrafelé történtek mozgások ezekben a történetekben. Tehát tulajdonképpen polgármester úr az ígéretektől az ígéretekig jutott el ezeknek a kérdéseknek a vonatkozásában. Az akvapark kapcsán a baloldal a sportlobista mellett azzal érvelt, hogy a helyszín kiválasztásában segít majd, tette hozzá Barkóczi Csaba. Amire azt mondtam, hogy nem ez főépítési kompetencia, és ez valóban így is van. Ugyanakkor később aztán pont azzal érveltek, hogy a főépítésznek már ebben nem lesz szerepe, hiszen a helyszín megvan, de akkor felvetődik a kérdés, hogy előtte miért azzal érveltek, hogy szükség van emiatt a helyszín kiválasztás miatt egy sportlobistára. Tehát látszik, hogy teljesen zavaros az egész, itt tulajdonképpen egy olyan személynek a megbízásáról van szó, ki ezer szállal kötődik a Magyar Szocialista Párthoz, ugye Török Ottó Budapesten egy időben az MSZP polgármester jelöltje is volt, illetve önkormányzati képviselőjelöltje, és ilyen szempontból tulajdonképpen őt akarják még itt másfél esztendeig a pécsi adófizetők pénzéből honorálni. Ezt a pécsi Fidesz frakció nem támogatja, hangsúlyozta Barkóczi Csaba önkormányzati képviselő. Felkészülten várják a tanévkezdést a somogyi iskolákban. Már mindenhova megérkeztek a tankönyvcsomagok, amelyet vagy az első tanítási napon, vagy előtte 1-2 nappal vehetnek át a diákok és szüleik. A kormány rendelet értelmében ugyanakkor a legtöbb iskolában tilos lesz a mobiltelefon használata a tanítási időben. Helyükre kerülnek a betűtáblák is az elsős osztályteremben, a Balatonszemesi iskolában. Az idei évben is sokan választották az oktatási intézményt. 190-nál. Úgyhogy ez egy nagyon magas létszám. Hát van olyan osztályunk, ahol 30 fő van, és az sok. Tehát igazából a 21-2 lenne az ideális, de hát ha ennyi van, akkor ennyi jön. Az iskolát 25 elsős kezdi el az intézményben szeptember 2-ával.
Rájuk és minden alsó tagozatos diákra is érvényes lesz a kormányrendelet, amely tiltja a mobiltelefonok használatát az iskolákban. Ugye nekünk most szeptember 1-ig a házi rendet módosítani kellett a rendeletnek megfelelően. Elég szigorúak a szabályok, tehát nincs ilyen megengedő rész benne, hogy majd az iskola eldönti. Mi ugyanazt, amit a rendelet előírt a szülőknek, kiküldtük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy behozhatja a gyerek a mobileszközt az iskolába, de le kell adja rögtön tanítás előtt, és amikor vége van a tanítási napjának, akkor viheti. Mi kértük a szülőket, hogy aki helyben lakik, az eleve ne is hozza el, mert teljesen fölösleges, hiszen az iskola titkára gyakorlatilag bárki elérheti a gyerekét vagy a gyereket. Gyerek elérheti a szülőt, pedagógusok el tudjuk érni a szülőt, tehát igazából nem indokolt egy iskolában mobileszköznek a használata. Hát az a másik, hogy tudomásul kell venni, hogy ezt a szigorú rendeletet azért kellett meghozni, mert úgy használták gyerekek is, szülők is a mobileszközöket, ahogy nem illett volna, vagy nem szabad lett volna. Hát most ez van. De mi pedagógusok örülünk neki, és azt gondolom, hogy néhány szülő is egy idő után azt fogja mondani, hogy ez tényleg jobb így. Szépen sorakoznak a tankönyvek már a Szárszói Általános Iskolában is. Itt 150-en kezdik meg a tanévet. A tankönyveket csütörtökön és pénteken vihetik haza a gyerekek. Ebben az évben számos újítás, illetve jubileumi év is várja a diákokat. 2025. április 11-én ünnepelné 120. születésnapját, ezért kiemelt feladatunk ebben a tanévben, hogy diákjaink figyelmét még jobban felhívjuk erre a dologra, ezért hagyományos rendezvényeinken kívül a Diák Önkormányzat akadályversenye és József Attila egyében telik a szülői munkaközösség közreműködésével. Lesz akadályverseny, illusztrációs verseny. Megtartjuk a hagyományos József Attila versmondó verseny helyi fordulóját, illetve a költészet ünnepét Balatonszárszón kiemelt fontossággal, a Pedagógiai Oktatási Központ közreműködésével, illetve a helyi önkormányzat segítségével. Ezen kívül még ebben a tanévben két fontos új célt jelöltünk ki magunk számára. Az egyik az, hogy elősegítsük a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek kapcsán új szakköröket tervezünk. Tehát lesz az iskolánkban ilyen, hogy sakkszakkör, asztalitani tenisz szakkör, aerobik szakkör, és örökös ökoiskola lévén természetjáró szakkört is indítunk, Korcz Miklós túra vezető bevonásával. Megmaradnak természetesen az eddigi jól bevált szakköreink is, mint a line dance stílusú táncszakkör, illetve van egy nagyon jó színjátszó szakkörünk, amely az elmúlt tanévben két darabot is vitt színre József Attila közösségi térben. Emellett az iskola külső környezetének szépítését, átalakítását tűzték ki célul az intézményben. Ezek között szerepel egy szabadtéri tanterem kialakítása is. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szarvasbőgés, körültekintően közlekedjünk. Vasárnap zár a szekszárdi strand, a fürdőzőknek érdemes kihasználniuk az utolsó napokat. Alzheimer Café. A betegséggel kapcsolatban tartanak foglalkozásokat Dombóváron. Támogatása beszakadt pincék miatt. Berlinger Attila és Navracsics Tibor írták alá az okiratot. Pénteken is folytatódik a meleg, füllett nyaralóidő. Ismét a dél előtti időszakban lesz zavartalanabb a napsütés, míg a délután folyamán változó erősségű, de alapvetően gyenge vagy mérsékelt fátyol és gomoly felhősödés adhat helyenként árnyékot. Kis eséllyel kialakulhat futó záporeső, de lényegében országszerte csapadékmentesen telik a nap. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!